Önök a Szentes Televízió hétfői híradóját látják 2024. szeptember 2-án 19 órakor. Köszöntöm Önöket! Főbb híreink röviden. Elkezdődött a 2024-2025-ös tanév Szentesen is. Pályázati forrásból újult meg a Nagytőkei Polgármesteri Hivatal és az épület előtti járdaszakasz. A demencia megismerése és az ebben a betegségben élők segítése volt a témája annak a konferenciának és tréningnek, amit helyi vállalkozóknak tartottak Szentesen. Egyszerűbbé válik a CSOK Plus, a falusi CSOK és a babaváró támogatás igénybevétele a speciálisan adózóknak és az őstermelőknek. A speciális adózási formákból adódóan a bankok eddig a hitelbírálat során a bevételek 10-20%-át tudták csak figyelembe venni. Egy friss kormányrendelet módosításnak köszönhetően ez az arány 50%-ra emelkedik majd, továbbá a korábban elvárt 2-3 éves társadalombiztosítási jogviszony helyett elég lesz 1 évet igazolni. Az érintettek körébe beletartoznak többek között a fodrászok, kozmetikusok, fotósok vagy a kiskereskedelmi tevékenységet folytató egyéni vállalkozók is. Az idén bevezetett CSOK Plusz igénybevétele kedvezően alakul. Eddig több mint 15 ezeren érdeklődtek, 9000 hitelkérelemből pedig 6321-et el is bíráltak 164 milliárd forint értékben. Azaz átlagosan 26 millió forint támogatási összeget kaptak a kérelmezők. A Kisbálint Református Általános Iskola tanévnyitó ünnepségén a 2B-sek ünnepi műsora köszöntötte az újdonsült elsősöket, pedagógusokat és szülőket szeptember 1-én a Református Nagy Templomban. A Szentesi Intézményben idén 421 tanuló kezdi a tanévet, a hozzákapcsolódó Talentum Református Óvoda és Bölcsöde tagintézménybe 61 óvodás és 13 bölcsödés gyermeket írattak be szüleik. A 2B-sek ünnepi műsora köszöntötte az újdonsült elsősöket, pedagógusokat és szülőket szeptember 1-én a Református Nagy Templomban a Kisbálint Református Általános Iskola tanévnyitó ünnepségén. A Szentesi Intézményben idén 421 tanuló kezdi a tanévet, a hozzá kapcsolódó Talentum Református Óvoda és Bölcsöde tagintézményben 61 óvodás és 13 bölcsödés gyermeket írattak be szüleik. Igyekeztünk felkészülni a tanévre. A nyáron felújításokat végeztünk, az iskola külső homlokzatának utolsó része is elkészült, elektromos berendezéseket tudtunk cserélni, tantermeket festettünk, megújult egy kicsit az udvarunk, új eszközökkel bővült az informatikai állományunk is, és szakmailag is igyekeztünk felkészülni, hiszen a tanévet egy szakmai nappal kezdtük, egy külső helyszínre vonultunk ki, ahol elkészítettük a teljesítmény értékeléshez szükséges mindenféle célt, úgyhogy mi tényleg úgy indulunk ebben a tanévben, hogy már most az első napoktól kezdve a tanulmányi munkára, a szakmai munkára szeretnénk koncentrálni. Nagy örömünk, hogy elkezdődhetett a 2024-25-ös tanév. Ez minden évben nagy-nagy öröm, és most különösen is nagy volt az öröm amiatt, mert jóval többen voltunk a megszokottnál, ami nyilvánvalóan annak is köszönhető, hogy talán a városban is egyre elismertebb az, amit az iskolában végzünk, az a fajta egyházi nevelés. Az útra való pedig a evangéliumi példázat szerint az elveszett báránynak a történetéből az volt, hogy Jézus ma is jön, ma is keres és hív bennünket, és ma is megmenti az elveszetteket. Ezt szeretnénk képviselni, ezt szeretnénk hirdetni ebben az új tanévben is, megadva minden segítséget azoknak, akik ebben mélységeket élnek meg esetleg. Úgyhogy így szeretnénk nagy örömmel és békességgel elkezdeni az új tanévet. A Magyar Falu programból és TOP pluszos forrásból újították fel Nagytőkén a polgármesteri hivatalt. Az épület új nyilászárókat kapott és napelemekkel is felszerelték. Ezen felül még a hivatal előtt található járdaszakasz is megújult, így mindenki könnyebben tudja megközelíteni az épületet. Sőt, egy Nagytőke felirat is helyet kapott a hivataltól a közösségi térig tartó járdaszakaszon. Nagytőkén nemrég fejeződött be a polgármesteri hivatal felújítása, melyet most egy járdaépítés követett, ami szintén a hivatal megközelíthetőségét tette könnyebbé. A legutolsó projektünk a Magyar Falu programban megnyert járdafelújítás volt, amivel a falunapunkra, pont Kottára
készen lett a kivitelező. Izgultunk, hogy menni fog-e, de az ígéretét hál' Istennek, mint ahogy eddig mindig is megtartotta. Ebből is igazából a településnek a hivatali és a művelődési házi központi arculati része azt gondolom, hogy szépült, és igényessé és minőségébbé vált. Készen lett az egész épület sorunk, amiben ugye a polgármesteri hivatalunk és a művelődési házunk is van. A TOPLUS pályázaton keresztül egy közel 100 milliós beruházást tudtunk elvégezni, amely teljes energetikai megújítás jelentett, új tetőszigetelést, az épület kívül belül gyakorlatilag új nyilászárókat, szigetelést kapott, és egy teljes felújításon ment át. Hőszivattyús rendszert kapott az épület, fenkhol eszközök képessé teszik innentől kezdve az épületet arra, hogy nyáron hűtsük, télen pedig ezeken az eszközökön keresztül fűteni fogjuk tudni az épületet. Napelemet kapott ez az egész rendszer arra, hogy energetika tekintetében minél gazdaságosabb legyen. Tehát azt gondolom, hogy úgy esztétikailag, mint komfort és használata tekintetében nagyon igényes és a mai kornak megfelelő épületünk lett. Valamint a hivatali épület és a szaletlik közé tudtunk egy kis járdát is építeni, amiben, hogy az identitása a nagytőkéieknek még inkább erősödjön, egy nagytőke feliratot is bele tudtunk helyezni. Azért persze tudja biztos mindenki, hogy nagytőkén van, de jó, hogyha büszke arra, hogy nagytőkén él, hiszen ha a nagytőkei felirat is szépít, esztétikailag ad egy jobb közérzetet, az mindenképpen a helyieket, én azt gondolom, hogy büszkeséggel és egy olyan érzettel tölti el, hogy de jó, egy szép környezetben azért jó élni. Szénászki Zsolt elmondta, számára hatalmas öröm, hogy ezek a beruházások megvalósultak, és reméli, hogy a lakosok is elégedettek a végeredménnyel. Amikor én ezt az egész polgármesterséget úgymond elkezdtem, egyetlen egy célom volt, ha tudunk tenni a közösségért, akkor van értelme csinálni, soha nem voltak ilyen ambícióim, szándékaim, és azért, amikor ezeket nap mint nap megéli az ember, kint 40 fok, 38, mindenki izzad, és bejön az ember végre a hivatalába, és a dolgozókat nem úgy látom, hogy vizes törölközővel a tarkójukon ülnek elviselhetetlen melegben, hanem még akár ki is kapcsolja az eszközt, mert azt mondja, hogy itt most már hűvös van és hideg van, az mindenképpen jó érzéssel tölti az embert. Nagyon jó, amikor bejön valaki, és azt mondja, hogy hú, de szép lett, akár helyi, akár a szentesi hivatalból érkeztek kollégák, hónapokkal ezelőtt jártak utoljára, és mondták, hogy mennyi minden szépült, mennyi minden javult a hivatali épületben. Ez mindenképpen jó érzéssel tölti az embert, mert egy szóval lehet mondani, talán azt mondhatom, hogy haszonra vagyok, és haszonra vagyunk a településen, hiszen ezek a fejlődések és ezek a fejlesztések rajtunk keresztül érkeztek meg. A demenciával élők segítése céljából tartottak vállalkozók számára egy érzékenyítő tréninget Szentesen a Városházán. A tréningen megjelent résztvevők elsajátíthatták a hatékony kommunikációs, illetve gyakorlati készségeket, hogy a demenseket tudják segíteni, támogatni. A tréninget követően egy kerekasztal konferenciát is összehívtak, hogy a Szentes és környéki intézmények képviselői egy olyan stratégiát dolgozzanak ki, amely a hatékony segítségnyújtást szolgálja a város egyes területein. Demencia barát érzékenyítő tréninget tartottak vállalkozók számára Szentesen. A tréningre a Szentes és környéke vállalkozói, köztük a Szentesi Lamour csoport vállalkozói érkeztek zömében. A kezdeményezés célja az volt, hogy a vállalkozókat felkészítsék arra, hogy hogyan segítsék a demensek mindennapjait. Én nagyon büszke vagyok arra, hogy itt ennyi nyitott ember él ebben a térségben, mert nem csak szentesiek, hanem például szegváriak is vannak itt a mai nap során közöttünk. Úgy gondolom, hogy ez egy nagyon-nagyon fontos és nagyon hasznos dolog azokat az embertársainkat segíteni, akik ilyen nehézséggel küzdenek. Ide olyan vállalkozások érkeztek, elsősorban a Szentesi Lamour csoport vállalkozói, de például a Hunorkóp üzlete is itt van, akik megtanulják ezen a tréningen, hogy hogyan és milyen módon fogadják és segítsék azokat az embereket, akik demenciával küzdenek. Ennek megfelelően a tréning végén kapnak is egy olyan minősítést, hogy demencia barát üzlet, ami majd kint lesz a logója az üzletek bejáratánál. Ez az, amit említett, hogy Magyarországon a harmadik ilyen helyszín vagyunk, ahol ilyen üzleteket lehet találni, és aminek a segítségével a fogyasztók, a vásárlók tudni fogják, hogy ebben az üzletben szakképzett eladók vannak, akik ilyen módon is tudnak segíteni.
A nap folyamán a tréninget követően egy kerekasztal konferenciát is összehívtak annak érdekében, hogy egy a gyakorlatban is alkalmazható stratégiát dolgozzanak ki a városban. A konferencián a közszolgálati, művelődési és sportintézmények képviselői, valamint vezetői voltak jelen. Igen, valóban évek óta követjük az országnak ezt a szakmai fejlődését a demens szakágon belül, úgymond, mert egyre több az időseken belül is, és szoktunk menni Sopronba, járunk egy 10 éve szakmai konferenciákra, és ott hallottam először pár évvel ezelőtt ezt a demensbarát közösség, demensbarát társadalomnak a kialakítását, hogy ez milyen nagyszerű lehetőségeket hordoz magába, hogy nem csak önmagában a szociális intézményeknek a feladatát képezi, hanem bizony a többi szereplő szolgáltató, akár a hivatali emberek, akár a hivatali szervek, mint rendőrség, tűzoltók, postások, tehát azok, akik a mindennapi életben találkoznak ezekkel az emberekkel, és bizony előfordul, hogy különböző kihívásokkal találkoznak, ami azt jelenti, hogy esetleg megváltozott viselkedés produkálnak a betegségükből adódóan, ami a hétköznapi emberek számára esetleg okozhat olyan nehézséget, hogy nem tudják, hogy ilyenkor mit kell tenni. És azért hívtuk ma össze ezt a kerekasztal megbeszélést a munkatársaimmal együtt, hogy közösen gondolkodva kitaláljuk körülbelül egy középtávon, tehát 3-4-5 évre előre menőleg, hogy hogyan tudnánk az együttműködésünket egy magasabb szintre, színvonalra emelni. Eddig is volt kapcsolattartás, de nézzük meg azokat a sarkpontokat, ahol tudunk erősíteni, úgymond. És egy felmérést is készítettünk az elmúlt egy hétben, ahol feltártuk, hogy milyen kihívásokkal találkoznak, milyen problémákkal, és megkértük, hogy fogalmazzák meg a partnereink azt is, hogy miben kérnek segítséget, tehát például a tudásban, információban van, tehát milyen elérhetőségek, milyen segítségnyújtások kívánatosak egy-egy ilyen helyzetben, ami kihívást jelent számukra. Ezzel hétfői híradónk véget ért, következik hírháttér műsorunk. Vendégünk Sztanó György László erőemelő junior Európa és világbajnok, több világcsúcs birtokosa, aki már a 2028-as Los Angeles-i olimpiára készül. Háttér című műsorunkban mindezek hátteréről számolt be a sportoló. Híradóval legközelebb kedden várjuk Önöket ismét a Szentes TV műsorában. Junior világbajnok, junior Európa világbajnok, az év parasportolója, számos csúcs megdöntője, így is bemutathatnám Sztanó Györgyöt, akit már a szentesiek és szentes környékiek nagyon jól ismernek, és akinek egy dédelgetett álma volt, hogy kijut a párizsi paraolimpiára, ám ez nem sikerült, ennek hátteréről kérdezzük, és biztosak vagyunk abban, hogy nem adja fel, és talán 4 év múlva majd ott lesz a következő olimpián. Gyuri, nagyon sok szeretettel köszöntünk itt téged a stúdiónkban. Innen fogjuk kezdeni, innen, hogy ez az álom, ez most nem valósult meg. Hogyan érzed magad? Elsősorban köszönöm a meghívást, és köszöntök minden kedves nézőt. Hát igen, ugye még visszamenjünk kicsit az időbe, 2021-ben ugye a Covid miatt egy évre eltolták a tokiói paralimpiát, és ugye oda nem jutottam ki, és akkor elhatároztam, hogy oké, akkor mindent megteszünk azért, hogy akkor esélyt lássunk ugye Párizsba, és egyetlen egy módja volt annak, hogy súlycsoportot váltsak, ugye mivel sokáig voltam 59 kg-os kategóriában, de az egy nehéz súlycsoport volt, ott tényleg ilyen 170-180-at nyomnak, és mondta az edző, ha tényleg esélyt akarok ugye Párizsra, akkor vele kell fogyni. Tavaly évben, 2023 évben ezt teljesítettem, és azóta voltam ebben a súlycsoportban, és akkor kezdtem ott is felépíteni magamat, hogy akkor idén mindenképpen azért egy kicsi esélyt is, egy halvány esélyt is adjunk annak, hogy tényleg kijussak a párizsi paralimpiára, de sajnos nem jött össze.
Mi volt ennek az oka, ugye rögtön erre kíváncsiak a nézők? Hogy elsősorban az első 8 jut ki alanyi jogon, és utána a következő könet úgy figyelik, hogy a szabad kártyák vannak, és Magyarországon úgy adtuk be a szabad kártyákat, hogy melyik sportoló mondjuk a 8. helyhez milyen közel van, mondjuk a paralimpiai 8. helyhez milyen közel van, és én voltam a ranglistán a 15., ezáltal úgymond elsőbbségi jogot élveztem a szabad kártya beadásánál. Az első körös választásnál ott még bejutottam, ott nagyon jól sikerült, ott bejutottam, utána meg már annyira lekicsintették, hogy a döntést, hogy milyen ország, milyen eredményt ért el akkor, ki jobban, olyan is volt már így a 21. században, hogy ki eladható, például a médiában kiszerepel nagyon sokat, és az nálam egy hatalmas pont volt, hogy én rengeteget ugye posztolok, rengeteg videót készítek, és az is egy plusz pont volt, de végül is egy olyan ország kapta meg, ami eddig még tavaly 21-ben se indult a paralimpián, és az ugye Peru lett. Hogy érintett ez téged egyébként? Mert egy kicsit úgy tűnik, mintha a szerencsén is múlt volna ez. Kicsit a szerencsén is. Őszinte leszek, nem sajnálom ugye az adott országtól ugye ezt a szabadkártyát, és megérdemli az a sportoló is, hogy kiusson, csak kicsit azért rosszul is esik, mert ugye készültünk, ugyanúgy ott volt a halvány, de ott volt azért a remény is az utolsó pillanatokig, ugye mivel én még a ranglistán a 15. helyen vagyok, ez a sportoló ez a 26. vagy 27. helyen állt, és ezáltal is kicsit azért rosszul is esett úgymond, mert amíg ugye, oké, ő is belefektetett minden energiát, de ugye én is. De emésztettem így az elkövetkező két hétben ezt az egészet, de azóta felépítettem újra magamat, és akkor úgy vagyok, hogy oké, 4 év múlva akkor meglátjuk majd Los Angelesbe, de nem meglátjuk, hanem ott már úgy akarok indulni, hogy az első 8-ban minimum benne leszek, akik alanyi jogon fognak kijutni. Igen, láttam, hogy egy kis számvetést végeztél, hiszen 9 éve vagy benne ebben a sportágban. Azért a kezdetekre, ha egy kicsit visszagondolsz, hogyan döntötted el annak idején, hogy te ezt a sportot fogod űzni? Igen, csináltam egy kicsit számvetést, így megnéztem a kupákat, így összeragasgattam, megtaláltam a legelső érmemet is. Nem kemés van, most már az asztal sajnos kicsi lesz, de még van hely. Az egész igazából úgy indult, hogy még nagyon régen, amikor 5-6 éves voltam, akkor láttam az akkori paralimpikonjainkat, ugye Szávai Csabát, Isten nyugasztalja, meg ő és Sass Sándort, akik már akkor is benne voltak ebben a parasportágban, és nekem megtetszett, mi láttam a tévében, hogy mozgássérül, de mégis mekkora súlyt meg tud ugye dönteni, meg saját testsúlyának a kétszeresét is ki tudja ugye nyomni, és akkor én eldöntöttem, hogy fú, milyen jó lenne, csak hát én 5-6 éves gyerek ezt nem tudja megcsinálni még, de édesapukám látta bennem annyira a küzdést és a szellemet, hogy ő hobbi szinten régebben még súlyzózott, ezáltal készített nekem ilyen fél kilóna is kisebb ilyen súlyzókat, és próbálgattam utánozni, amit a fater is csinált ugye otthon. De az egész fekvanyomás az középiskolában indult, ahogy felkerültem 9-ben, mert volt a sulinkban egy konditerem, volt fekvanyompad, rúd, súly, és igazából tesi órákon engedett be a tanár, hogy fekvanyomhassak. Erre igazából úgy születik az ember, hogy alkalmas lesz rá, vagy ez sok-sok munkának az eredménye, tehát hogy bárkiből lehet fekvanyomó? Igazából van, aki teljesen alkalmas rá, valakinek meg ugye több munkát kell. Igazából adottság, meg genetika a lényege. De ha az én esetemben annyiból nekünk úgymond sokan mondják, hogy könnyebb, mivel ugye kisebb a karunk, kevesebb a mozgástartalom, egy rövidebb utat teszünk meg ezáltal, nagyobb súlyt tudunk rövidebb utat megmozgatni. De szerintem, ha valakinek, nekem mondjuk 150 kiló, az a nagyobb embereknek is 150 kiló, és úgy beleteszem én is ugye azt a munkát, ugyanis még nekem ekkora karom, és fú, milyen gyorsan fel tudok rá építeni izmot, addig egy normál, én úgy hívom, hogy normál magasságú ember több izmot tud felépíteni a karjára, mint pontul én. Szóval nekem úgymond lesz egy fizikai határom, amifelé már nem tudok ugye menni. Mennyien csinálják ezt így a világban? Vagy Európában? Európában, hát összesen, ha mondjuk a világot nézzük, akkor ilyen 300-400 sportoló is. Nem egy súlycsoportban, így összesen. Persze. Az összes súlycsoportot így összerakjuk. Hány fővel versenyzel, ha azt lehet mondani? Tudom, hogy itt beszélhetünk Európa-bajnokságról, beszélhetünk junior kategóriáról, beszélhetünk világbajnokságról. Hányan vannak, akiket le kell győzni, úgymond? Hát nálunk a világbajnokság tényleg ott, ahol ugye világbajnokságon több egy ország indíthat több sportolót is, és ott olyan 30-40-en is összegyűlünk egy súlycsoportban. Szóval azért ott tényleg nagyon éles a helyzet, hogy minél jobban előrébb jussunk ugye a ranglistán is, meg ugye a világranglistán is, mert két ranglistánk van, ugye a paralimpiai ranglista, meg a világranglista is. Szóval egy világbajnokságon 40-en is elindulhatunk, még egy Európa-bajnokságon, ugye, ahol csak a hát ott is indulhatnak, ha nyílt az Európa-bajnokság külföldi, de ott csak az európai sportolókat nézik, és ott ugye ilyen 10 vagyunk mondjuk egy súlycsoportban. Szóval nekünk jobb, nekünk így európaiként szerencsésebb az, ha egy Európa-bajnokságot rendeznek.
Azt mondtad ugye, hogy be kell kerülni az első 8-ba ahhoz, hogy alanyi jogon szerezd meg majd a következő olimpián a részvételt. Ehhez min kell változtatni? Miben kell jobbnak lenned? Hogyan látod most? Ez ugye mind kell változtatni, ugyanis most, aki 8. volt, az 168 kg-ot nyomott. Ez még pár évvel, ilyen 2-3 évvel ezelőtt, amikor néztük a súlycsoportot, akkor még 161 volt. Szóval kicsit föltornáztak 7 kg-val ezt a súlycsoportot is. És az a baj, nem tudjuk, hogy mondjuk jövőre kik azok, akik indulnak, kik lesznek az újak, kik azok, akik ugye kiöregednek, de annyi a lényeg, hogy a 2028-ig minimum ilyen 160-165-ös teljesítményt el kell érnem, hogy tényleg minél közelebb legyek a ranglistához, sőt, akár benne legyek az adott ranglistába is. Mert nem tudhatjuk, hogy mondjuk 4 év múlva 168 lesz a befutó, vagy 170, vagy 165. Neked, ez mindig változik. Neked most mi a rekordod? Mert ugye, mint ahogy mondtam, több rekordot is megdöntöttél már. Nekem most az egyéni rekordom, és ez meg az országos csúcs, az 59 kg-os kategóriában, meg az 54-ben, és mind a kettőben én tartom, 150 a mind a kettő kategóriában az országos csúcs. Tehát akkor még néhány kilót kellene fejlődni. Még egy ilyen 15 ugye? Kilót kellene így 4 év alatt magamra pakolnom. Magadra pakolni? Hát így, hogy igen, hogy a teljesítményem elég legyen ahhoz. Értem. Ezt hogyan lehet elérni? Mit kell ehhez teljesíteni? Hogy, mert tudatosan fel kell most építeni, gondolom, az elkövetkezendő 4 évre az edzés tervedet, majd azt is mondd el, légy szíves, hogy ezt egyedül teszed, vagy segít benne valaki. Igen, most jelenleg egy hónapos pihenőt tartok, ugyanis január óta én nem pihentem, volt egy ilyen egy hét pihenő, de az a sportoló életében az nagyon keveset jelent. Kérlek, kell az egy hónap, hogy tényleg az izületeink is regenerálódjanak, hogy kipihenjenek. Most tartok egy ilyen egy hónapos pihenőt, mert szeptember 9-én egy alapozó edzésterv lesz, és az alapozó edzésterv egészen jövő januárig fog tartani, ugyanis ezt úgy tudom elérni, hogy rendes edzésterv, egy hozzáértő edző, rendes táplálkozás, pihenés, és ugye tényleg rendesen edzés. De ugye én ez mellett ugye nem pihenek, hanem ez mellett ugye 8 órában dolgozok minden nap. Ki segít a felkészülésben, edzésterv. Eleinte magad készítetted, vagy már akkor is volt segítséged? Eleinte, már ugyanúgy, amikor az legelső versenyen részt vettem, akkor már az akkori csapatomba, a Power Stationbe léptem be, és akkor az akkori edzőm fedezett föl végül is engemet, de sajnos ő 2019-ben elhunyt, azután 2021-2-ig úgymond ilyen hát edző nélkül edzettem, majd 2022-ben léptem be a mostani egyesületemben, a Wolf Egyesületbe, és azóta aki ott is az edző, az tartja nekem az edzést, az írja nekem az edzéstervet, csak hát ugye ő Pesttel, akik én Szentesen, ezáltal azért nehezebben is tudjuk összehozni. Úgy hozzuk össze az edzést, hogy én az egész edzésemet levideózom, elküldöm neki, és úgy kitanulmányozza, és akkor úgy tudja mondani, mit finomítsak, mit kellene még csinálnom, hogyan kellene, de egy év alatt úgy összeraktam az étkezésemet, hogy az étkezésemet azt abba teljesen nem szól bele, csak az edzéstermet írja össze. A feltételek itt Szentesen adottak ahhoz, hogy tud fejleszteni magadat? És mennyiszer edzel például egy héten? Tavaly, amikor elkezdtem a diétát, akkor heti 6 nap volt. De azt úgy képzeljük el, hogy ugye erősítő, meg ugye kardió, mert ugye aki diéta, az nem csak diéta kell, hanem kell kardió is, hogy szálkásítson az ember. És heti 6 nap volt, de jelenleg ilyen, attól függ, hogy az edzésterme az hogy adja ki, de heti 5 nap az ugyanúgy megvan, és általában hétfő, kedd, szerda pihenő, csütörtök, péntek, majd szombat, és ugye vasárnap is a pihenő. És Szentesen adottak, ugyanis már 2018 óta edzek Szentesen a Wellness Colosseumban, Brezové és Sanyinak az irányításával, ugye ő is sokat segít nekem, szóval minden adott itt Szentesen, hogy tényleg föl tudja készülni egy világversenyre is akár. Gondolom nem olcsó ez a versenyzéssel, tehát az anyagi hátteret meg kell teremteni, hiszen számos verseny külföldön van, meg nem csak Európában. Igen, azért nem 5 forint tényleg egy ilyen verseny, sőt egy verseny, akár egy sportolónak, egy sportoló, hogy kijusson, ugye a szállás, repülő nevezés 1,5 millióba is kerülhet, de a Magyar Paralimpiai Bizottság, meg a Magyar Erőmű Szövetség azzal támogat minket, hogy ugye ezeket mind állják, ugye a repülőt, a nevezési díjat, a szállást, a kaját, de ezáltal ugye meg elvárják azért a szép eredményeket is. És mi így biztosítjuk nekik, hogy azért próbálunk minél jobb eredményt ugye elhozni. Ezáltal nekünk ez is egy plusz segítség ebben. A válogatott, nemzetközi válogatott tagja vagy, a magyar válogatott tagja. Milyen a viszony a többiekkel? Tudjátok egymás munkáját segíteni, támogatni mondjuk? Vagy abszolút versenytársak vagytok? Néha versenytársak is vagyunk, ugye szoktuk avval hencegni, hogy elküldjük a másiknak, hogy már milyen csúcsot nyomtunk terembe, és ezáltal kicsit húzni a többieket is, de nagyon, olyan jó kapcsolatot ápolunk, hogy szinte egy nagy család vagyunk így mi válogatott tagok, sőt, ugye nekem a külföldi, ugye én versenytársaknak hívom, sose hívtam az ellenfelé
problémát ellenfélnek, hanem versenytársaknak hívjuk, mert mi igazából nem egymás ellen küzdünk, hanem a súlyokkal is. Szóval nagyon jó kapcsolatot ápolunk így a válogatottal, és nagyon imádjuk egymást, nagyon szeretünk sokat hűlni is, de amikor tényleg amikor verseny van, akkor mindenki kint van, mindenki szurkol az adott sportolónak az adott napon, amikor ugye versenyzik. Most kérdeztetném, hogy melyik a hangsúlyosabb, a munka vagy a sport? Mert hogy igazából úgy tűnik, hogy az egész napod vagy a munkából, meg a sportból áll, és hogyha választani kellene, akkor mit mondasz? Kell a munka a megélhetéshez, de a sport az a hivatásod? Ebből a sportból nem lehet megélni. Ezt mindannyian is tudjuk. Oké, ha mondjuk kijutunk a paralimpiára, ott az első 8-nak ugye van anyagi jutatás, az első 3-nak pedig ugyanúgy anyagi jutatás plusz életjáradék is, de rendesen ebből a sportból ugye nem tudunk megélni. Ezáltal én mellette ugye 8 órában dolgozok, konyhai kisegítőként, szóval pörgök délelőtt is, meg pörgök délután is ugye az edzőteremben, de szerencsére összetudtam úgy nagyjából hozni, meg a cég is rugalmas, avval a szempontból, hogy amikor én elmegyek egy versenyre, azt nekem úgy leigazolják, mintha dolgoznék, szóval az nekem úgy le van igazolva, ezzel támogatnak engemet így a versenyzési szinten. Nem volt sose ebben az elmúlt 9 időszakban, ugye már régebb óta versenyzel, 9 éve, vagy régebb óta edzel, de 9 éve versenyzel ugye hivatalosan. Soha nem volt olyan, hogy megtorpantál és azt mondtad, hogy na most ez már nem megy nekem, vagy belefáradtam, mert nem jöttek esetleg úgy az eredmények, vagy tényleg azt lehet mondani, hogy egy felfelé ívelő karrier van előtted. Igazából ilyen hullámvölgyek voltak nekem, ugye, mert volt az idő alatt azért rengeteg barátot elveszítettem, családtagot elveszítettem, ugye párkapcsolatom is volt, utána meg annak is vége lett, szóval inkább ilyen hullámvölgy, de szerencsére kettőt mindig szét tudtam tenni, hogy van a sport, meg van a magánélet is, és a sportba sose vittem bele a magánéletemet is, mert a sport az nek számomra ugye ez a szent. Azt azért sem, mert én akartam, szóval a sportban sose volt az, hogy akkor én már meguntam, nem akarom csinálni, nem. Elhivatott vagy akkor Mindig is elhivatott voltam ebben. Teljes az életed? Most azt érzed? És milyen a megítélése egyébként a parasportolóknak, hogyha így kérdezhetem, hogy éreztek-e hátrányt például, vagy inkább még nagyobb elismeréssel néz benneteket a közönség? Én azt mondom neked, hogy inkább az, hogy még nagyobb elismeréssel néz, mert ugye még mondjuk tételezzük fel egy normál magasságú ember lemegy a terembe, megcsinálja az adott edzéstervet, majd hazasétál. Egy kerekesszékes életében még mondjuk lejön a tizedikről, besétál, és neki még olyan edzőtermet is kell választani, ami mondjuk mozgáskorlátozott is. És ugye itt szentesen csak egy teremről tudok, de mondjuk például hozzánk nehezebben tudna ugye bejönni is. És még egy kerekesszékes azért nehezebben tudja megcsinálni, egy egyéb sportoló jobban, azért jobban odafigyelnek rá az emberek, hogy basszus, mekkora hátrányból indul, és ebből a hátrányból még nagyobb előnyt tud kovácsolni. És ez, ami tiszteletre méltó, hogy tényleg a mozgássérült világban. Oké, és én is alacsony vagyok, de nekem megvan kezem, lábam, még egy mozgássérültnek lehet, hogy nincs lába. És mégis megcsinálja az adott edzést, sőt, akár jobban is. Igen, nektek dupla erő kell szerintem ahhoz, hogy a hétköznapi kihívásokkal is meg tudjatok küzdeni, nemhogy a sport kihívásaival. Így van, mert a mozgássérülteknek dupla lelki erő is kell, hogy tényleg kiszabaduljon az adott közegből, hogy az a négy fal közül kiszabaduljon, és megmutassa a világnak, hogy több képes, mint ami. Most ugye azt mondtam, hogy 4 év, ami előtted áll, hiszen akkor lesz a következő olimpia. Egyébként figyeled a mostani eseményeket? Figyelted? Figyeltem a mennyitót is, sőt Konkó Zsófia az úszónk, az ma jutott be 100 méteres döntőbe is, szóval sok sikert kívánok neked, neki is, Ádám Zsanett is bejutott a döntőbe, szóval nagyon szép eredményt hoztak el eddig már a parasportolók is. De ugyanúgy figyelni fogom, plusz a saját versenyemet és a saját súlycsoportomat azt mindenképpen meg fogom nézni, legalább akkor be tudom satszolni, hogy végeztünk volna. Na, ugye azt kérdeztem, hogy 4 év nagyon messze van még. Ezt lelkileg hogyan tudja egy sportoló felépíteni magában, hogy 4 évre kell gondolkodni, vagy mint amit jeleztél, hogy most például januárig gondolkodsz, hogy addig kell bizonyos dolgokat teljesíteni. Tehát hogy lehet ezt felépíteni? Mentálisan egyébként segít valaki ebben? A család, az edző, a barátok, meg az ismerősök segítenek ebben. Tényleg a távlati terv az egy 4 éves terv lesz, de elsősorban ugye a jövő évi versenyekre már gondolok, meg mondjuk idén már az őszre, hogy tudom, hogy akkor milyen verseny lesz, mit akarok ott elérni, de ha olyan a felkészülés, mint amit az edző mondott, akkor ezeket a versenyeket úgy elengedjük, hogy nem annyira készülünk rá. Oké, részt veszünk rajta, meg próbálunk egy jó teljesítményt hozni, de tényleg a távlati cél az tényleg a 2028-as Los Angeles-i paralimpia lesz. De már jövőre is lesz majd egy világbajnokságunk, lesz majd egy világkupánk, és arra is próbálunk ugye azért ez mellett is felkészülni. Megúsztad eddig mindig sérülés nélkül, vagy volt azért sérülés? Ezért lekopogom, hogy sérülés nem volt, igazából csak korrekciós műtétet hajtottak végre a jobb kezemen, de az nem sérülésből indult ki, csak hogy úgymond kicsit könnyebb legyen mind a sportban, meg a magánéletben is a mindennapi élet.
Igen, mert azért ettől fél szerintem egy sportoló, nem, hogy szenved egy olyan sérülést, ami a hátralévő részébe is meghatároz, plusz lehet, hogy még ez miatt vissza is kell vonulnia. Igen. Szorítunk neked a következő 4 évben, és azért már nyomon követjük a pályafutásodat, versenyeket, figyeljük a felkészülésedet. Sok sikert kívánunk, és köszönjük szépen, hogy bejöttél hozzánk. Köszönöm szépen még egyszer meghívást. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Szentes egyik legnagyobb épületgépészeti és kisgép szakáruházának, a Termoker Szentes Kft.-nek, Szentes Villogó utca 12 szám alatti üzletének főbb termékköreiből. Víz, gáz, fűtéstechnika, baxi, fég és hajdúsági gyártmányok, kondenzációs kazánok, totya és termomax, vegyes tüzelésű kazánok és radiátorok raktárról. Elektromos kerti, mezőgazdasági barkácsgépek, ipari felhasználású szerszámok. Új stíl szakkereskedésünkben Szentesen a Mátyás Király utca 33 szám alatt motoros fűrészek, kertápolási gépek, fűkaszák, permetezők, munkaruhák és munkavédelmi felszerelések. Minden egy helyen, amire a házban és a ház körül szükség van. www.termoker.hu. A tavasz első napsugarai melengedték. Harmadcseppek és méhek szárnya is imogatták. Szentesi termelők gondozták, hogy természetesen zamatos ízével szolgálja egészséged. Ez volna. Itt van. Itt is 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 van. Mindenhol megy a net, anya. Megy, kisfiam. Mindenhol megy. Tanévkezdésre 31.500 forint készülék kedvezményt adunk új otthoni gigabitnet előfizetésed mellé. Vodafone. Nagyon sok szeretettel köszöntöm kedves nézőinket, önök a Szentes Televízió közügygazdasági magazinját látják, amely rólunk, értünk szól. Mai magazinunk első témája egy vállalkozóknak szervezett tréning és konferencia, melynek célja a demenciával együtt élők mindennapjainak segítése. Ezen kívül megtudhatják a 10 év után újra koncertre készülő Fivérek zenekar szétválásának és újbóli összeállásának az okát. Szentes városa az országban harmadikként fogott bele egy egyedülálló kezdeményezésbe, melynek témája a demenciával együtt élők mindennapjainak segítése. Ennek indításaként egy érzékenyítő tréninget tartottak vállalkozók számára, ahol a cél, hogy a demensekhez való viszonyulásukat, illetve a velük folytatott kommunikációt fejlesszék a segítésük érdekében. Demencia barát érzékenyítő tréninget tartottak vállalkozók számára Szentesen. A tréningre a Szentes és környéke vállalkozói, köztük a Szentesi Lamour csoport vállalkozói érkeztek zömében. A kezdeményezés célja pedig az volt, hogy a vállalkozókat felkészítsék arra, hogy hogyan segítsék a demensek mindennapjait. Én nagyon büszke vagyok arra, hogy itt ennyi nyitott ember él ebben a térségben, mert nem csak szentesiek, hanem például szegváriak is vannak itt a mai nap során közöttünk. Úgy gondolom, hogy ez egy nagyon-nagyon fontos és nagyon hasznos dolog azokat az embertársainkat segíteni, akik ilyen nehézséggel küzdenek. Ide olyan vállalkozások érkeztek, elsősorban a Szentesi Lamour csoport vállalkozói, de például a Hunor Coop üzlete is itt van, akik megtanulják ezen a tréningen, hogy hogyan és milyen módon fogadják és segítsék azokat az embereket, akik demenciával küzdenek. Ennek megfelelően a tréning végén kapnak is egy olyan minősítést, hogy demencia barát üzlet, ami majd kint lesz a logója az üzletek bejáratánál. Ez az, amit említett, hogy Magyarországon a harmadik ilyen helyszín vagyunk, ahol ilyen üzleteket lehet találni, és aminek a segítségével a fogyasztók, a vásárlók tudni fogják, hogy ebben az üzletben
szakképzett eladók vannak, akik ilyen is tudnak segíteni. Ez a féle segítségnyújtás ugye a közéletben milyen területekre hat ki? Tehát gondolok itt arra, hogy nyilván az egészségügyön kívül, illetve az áruházakon, meg egyéb szolgáltatásokon kívül vagy belül, de hova hat ez ki a gyakorlatban? Köszönöm szépen ezt a kérdést, hiszen ez egy szegmense most, hogy a vállalkozások, az üzletek is bekapcsolódnak, de természetesen itt Szentesen és a térségben is sokkal szélesebb körben gondolkodunk. Épp a mai nap során lesz egy olyan konferencia, ahol a művelődési intézmények, a sportintézmények képviselőit lesznek, a katasztrófavédelem, a rendőrség és számos más helyszín képviselő is itt lesznek, mert szeretnénk teljes körűen lefedni a térséget és a várost. A nap folyamán a tréninget követően egy kerekasztal konferenciát is összehívtak annak érdekében, hogy egy a gyakorlatban is alkalmazható stratégiát dolgozzanak ki a városban. A konferencián a közszolgálati, művelődési és sportintézmények képviselői, valamint vezetői voltak jelen. Igen, valóban évek óta követjük az országnak ezt a szakmai fejlődését, a demens szakákon belül úgymond, mert egyre több az időseken belül is, és szoktunk menni Sopronba, járunk egy tizenéve szakmai konferenciákra, és ott hallottam először pár évvel ezelőtt ezt a demensbarát közösség, demensbarát társadalomnak a kialakítását, hogy ez milyen nagyszerű lehetőségeket hordoz magába, hogy nem csak önmagában a szociális intézményeknek a feladatát képezi, hanem bizony a többi szereplő szolgáltató, akár a hivatali emberek, akár a hivatali szervek, mint rendőrség, tűzoltók, postások, tehát azok, akik a mindennapi életben találkoznak ezekkel az emberekkel, és bizony előfordul, hogy különböző kihívásokkal találkoznak, ami azt jelenti, hogy esetleg megváltozott viselkedést produkálnak a betegségükből adódóan, ami a hétköznapi emberek számára esetleg okozhat olyan nehézséget, hogy nem tudják, hogy ilyenkor mit kell tenni. És azért hívtuk ma össze ezt a kerekasztal megbeszélést a munkatársaimmal együtt, hogy közösen gondolkodva kitaláljuk körülbelül egy középtávon, tehát 3-4-5 évre előre menőleg, hogy hogyan tudnánk az együttműködésünket egy magasabb szintre, színvonalra emelni. Eddig is volt kapcsolattartás, de nézzük meg azokat a sarkpontokat, ahol tudunk erősíteni, úgymond. És egy felmérést is készítettünk az elmúlt egy hétben, ahol feltártuk, hogy milyen kihívásokkal találkoznak, milyen problémákkal, és megkértük, hogy fogalmazzák meg a partnereink azt is, hogy miben kérnek segítséget, tehát például a tudásban, információban van, tehát milyen elérhetőségek, milyen segítségnyújtások kívánatosak egy-egy ilyen helyzetben, ami kihívást jelent számukra. A Szentes Gondozási Központ keretein belül már megvalósult egy hasonló kezdeményezésű előadássorozat Alzheimer Café néven még 2019-ben. Az előadássorozatokon szintén a cél a demenciával együtt élők nehézségeinek, mindennapjainak átbeszélése, illetve feldolgozása. 19-ben indítottuk el ezt a kezdeményezést, ez is országos hálózatnak a része, ahol elsősorban a demens személyek hozzátartozóit célozzuk meg, hogy megismerkedjenek a betegségnek a összetevőivel, az, hogy mi várható. Ez egy nagyon-nagyon nehéz téma, azért nehéz, mert nagyon sok kihívást tartogat, és megnehezíti nagyon a családtagoknak az életét. Tehát jelenleg Magyarországon 93%-a a demens személyeknek családban él, ami azt jelenti, hogy az ő tápoló családtagokon van az a terhelés, mind fizikai, mind mentális, ami évekig hosszú távon súlyos egészségkárosító hatása van az ápolási felelősség miatt. Tehát jelenleg ugye nem kerülnek be nagy mértékben a rendszerbe, későn kerülnek be, és addig ugye a család ellátását kívánják, és ez nagyon nehéz teher, nagyon nehéz, de hogyha van kellő információ, tudás, akkor lehet ezen könnyíteni.
Folytatásként egy kerekasztal konferenciára hívták össze a Szentestés környékét szolgáló intézmények képviselőit. A konferencián kidolgoztak egy olyan összefüggő stratégiát, amely a munka során lévő együttműködést viszi előre, hogy a demensek segítése minél hatékonyabban valósuljon meg. Szeretném, ha egy kicsit játszanátok velem, én mondom az évszámot, ti pedig felidézitek, hogy mi is történt akkor. Ugye itt most nagyon ott kell lenni, hogy tudjátok, hogy valóban mi történt, igen. És azért légy szíves, tegyetek hozzá majd egy pár dolgot, hogy hogyan alakult mondjuk két évszám között az időszak, jó? Mi történt? Bocsánat, oké. Kezdünk. Így visszamenni időben. Ja, jó lesz ez. Kezdjük. Jó. Az agyunk is nagyon. Csapó. Oké. Okay. Jézus Mária. Jó, hát igazából másra nem tudunk gondolni, csak az, hogy a Fivérek együttes megalakult. És a Seres formáció alakult, igen, az meg. Akkor még nem. Igen, tehát nagyon sok nevünk volt. Volt szerintem ilyen Favor, vagy Lavor, vagy nem tudom mi volt. Akkor volt ilyen Seres formáció? Igen. Igen. Szerintem a Seres formáció az ilyen nagyon sokáig ment. Igen. Sőt, egy lemezünk szerintem meg is jelent. Igen. A Krisztiánnak volt egy dal, a Remény című dal. Az egy 6 perces dal volt. Tehát amikor azt így elküldtük a TomTom stúdiónak, mert hogy Zorán művész úr meghallgatta a Remény című dalát a Krisztiánnak, akkor azt mondták, hogy ez túl hosszú. 6.45 amúgy. 6.45-es, igen. Végig szóval 6.45 perces dalt azt már akkor abban az időben nem adták ki. Rádióverziók ugye a mai napig 3 percesek, úgyhogy hiába kértük a Krisztiánt, nem mentek, hogy rövidítse. De nem is kell, mert szerintem pont ettől volt gyönyörű ez a dal. Illetve azért még kerültek erre a dalok, de már most én nem tudom, ki emlékeztek. Igen, igazából úgy volt, hogy 97-ben, mikor alakultunk, akkor még szerintem nagyon nem volt nevünk, Seres testvérek. A Seres formáció, az pedig akkor jött, amikor az Elkert diák ünnepek voltak, és utána volt egy rendezvényünk, egy nagy rendezvény, egy nagyszabású rendezvény a várnál, és emlékszem, hogy akkor, aki felkért bennünket, ő vetette fel az ötletet, hogy hát akkor úgy mutat be bennünket, hogy Seres formáció. Emlékeztek? Tényleg. És az 99-ben volt, azt hiszem, ugye? Úgy tudom, igen. És a lemezre, hogy milyen dalok kerültek, ugye volt a Remény, volt a te dalod, a Talán, ha egyszer. Tényleg. Az Kertész Ákos tanár úr hangszerelte nekünk ezt a dalt. Igen. Mondjam. Igen, az Kertész Ákos tanár úr hangszerelte egy barátjával, illetve találkozás. Az is az én dalom volt, eljött a nagy találkozás. Uh-huh. Ez a 3 dal volt. 4 dal volt. Igen? Rajta. Igen, 4 dal volt rajta, mert úgy emlékszem, hogy azon volt rajta Gerendás Péternek a Kegyetlenjáték című szerzeménye, ami egyébként a Seres formációnak akkor nagyon nagy kedvence volt. Meg a közönségnek is. Na, azért így összerakjuk 3-an a képet. Jó rég volt, kicsit ilyen nyugdíjastak érzem magam. Annak is nézek. Szépen. Következő dátum 2009. Na, mi történt 2009-ben? Úgy emlékszem, hogy akkor neveztünk valóban. Nem. Ja, nem, Júlia. Igen. Tényleg. Júlia. Első videóklip. Nem, második, akkor már a második videóklip volt. Előtt egy sötét autó, fékezes, nyílt az ajtó. Fekete szoknya a fomba, de gyönyörű volt Júlia. Gázt adott a sötét autó, ó, Romeo, a pincsavargó. Vissza se nézett, s a lány szíve vérzett, soha se volt romantika. Igen. De akkor már Fivérek néven léptetek fel, és a Magneoton kiadó támogatásával. Hát igen, ez egy kicsit bonyolultabb volt ez a szituáció, akkor már a lemezkiadók nem igazán működtek, úgyhogy ők támogatnak teljes egészében egy zenekart, tehát oda már támogatót kellett nekünk szerezni, úgyhogy azzal nagyon sok időnk ment el. Viszont nekem csak egyetlen egy hát kicsit szomorú történet lett a Fivérek Júlia című dala, mert oda a 2007-es
szépségkirálynőt kértük meg, ugye a Koller Katit, és vele tartottuk is utána a kapcsolatot, és nagyon-nagyon jó kapcsolatunk volt. Tán én írtam is... Koncerteken is felléptek koncerteken egyébként a csapatok is táncolt. Sőt, Kardos Norbika mellett én is írtam neki egy dalt, meghallgatta, úgy volt, hogy a Kardos Norbika egyébként a Karamellnek és sok mindenkinek hangszerelője, zeneszerzője. Ő úgy volt, hogy kidolgozza ezeket a dalokat a Katikának, de kiderült, hogy sajnos ő nagyon beteg volt, és nagyon fiatalon eltávozott, és a mai napig, amikor ezt így megnézi az ember, visszanézi az ember, főleg most az utóbbi időben én is visszanéztem, hogy tudtam, hogy mi így újra 10 év után összeállunk, és természetesen az ember akaratlanul végighallgatja újra a dalokat, akkor a Katikát, amikor látod benne a videóklipbe, akkor egyszerűen annyira nehéz végignézni ezt a videóklipet, hogy valami hihetetlen, és ez egy nagyon szomorú történet, de igen, 2009-ben jelent meg a Fivérek Júlia című dal. Most nem évszámot mondok, hanem egy eseményt, Megasztár 5, mikorra teszitek, és miért döntöttetek úgy, hogy neveztek? És ugye mindenki tudja, hogy a legjobb zenekar címet nyertétek el, addig meneteltetek. Itt arra gondoltatok, hogy akkor itt beindul a karrier? Hát őszintén szerintem igen, mindenféleképpen. Én úgy gondolom, hogy az ember már ilyenhez folyamodik, hogy egy tehetségkutatóba próbál részt venni, reménykedtünk benne, hogy elindul egy karrier, és egyébként szerintem mondhatom azt, hogy el is indult egyébként egy karrier a Fivérek zenekarnak. De te pozitív voltál, tehát ott azért pont arról volt szó, bocsánat, hogy a szabadba vágtam, hogy a Júlia című dalt a Magna otthon megnézte, hogy milyen nézettséget produkáltunk, és Csongrádi Szentes fiatalok, úristen, 15 ezeren megnézték, és teljesen el volt keseredve az úriember, hogy csak ennyien nézték meg. Hát mondtuk, hogy akkor most mi a további teendő, és akkor mondta, hogy hagyjuk őt gondolkozni, és emlékszem, hogy már éppen készülőben voltunk, felvettük a kabátot, és akkor mondta, hogy de hát van itt egy Megasztár 5, hát indít egy zenekart a Megasztár 5, a TV2, hogy azon esetleg el lehetne, hát akkor üljünk le újra, és akkor tárgyaljuk újra ezt az egészet. Úgyhogy Robinak köszönhetően, hogyha Robi az információba képben volt, mi nem annyira. Ez egy olyan új lendületet adott a zenekarnak, volt mire készülni. Egész gyerekkorunkat végversenyeztük, tehát szerettük ezeket a kihívásokat, újra versenybe szálltunk, vagy hát nem is sportterén. És ezért ez mégis másabb volt. Ugye ezért ez egy nagyobb volumenű műsor volt. És igen, egyébként tényleg egy kicsikét vaciláltam rajta, hogy felmerjem-e hozni ezt, hogy egy tehetségkutató, mert tudom jól, hogy egyébként mindenki el volt tőle zárkozva, mutatja ezt, hogy Krisztiánnak az egyik dala 6 perc, 45 másodperc, mivel hogy ugye mi jobban szerettünk művészkedni. Jobban szerettünk zenélni, egy kicsikét művészkedni a színpadon, mint hogy belemászni egy ilyen show businessbe. Amiben végül is bele is másztunk. Mert úgy láttuk, hogy egyébként tényleg ez egy lehetőségünk volt arra, hogy egy hatalmas felületű reklámot kapjon a Fivérek zenekar. Arra, hogy meg is ismerjed. Meg nagyon nehéz volt, szóval, hogy azért már kialakult. A nagyon hosszú út vezetett idáig. Tehát a Seres formáció azért egy nagy tanulás volt. Főleg úgy, hogy már megjelenik valamilyen szinten egy lemezen. Kialakult karakterek vagytok. És egyszer csak 2010-ben így nagyon csúnyán kifejezve visszabutították a zenekart. Tehát ugye a mi karakterünk az volt, hogy csongrádi származású, roma, szegény srácok jelentkeztek a Megasztárba, miközben már a ruházatunk is, meg az egész marketingünk megvolt. És például a középdöntő az nekem nagyon furcsa, azt vissza lehet nézni a mai napig. Ott például egyedi ruhákban vagyunk. Tehát a Júlia című klipre nekünk már volt egyedi ruhánk. Igen, és hogy sztájlisztunk dolgoztak már akkoriban, ugye? Igen, rajta. És akkor azzal ott még előadtuk, és utána pedig az volt a feladatunk, hogy minél, most nem az, hogy igénytelen ebből, de ne annyira kameraképesen öltözzünk. És erre ezek ilyen kulisszatitkok egyébként. De hát szerintem 10 év után most már el sok mindent elmondani az emberekre. 13 egyébként, 14, 2010-ben tudnak aztán, igen. Igen, 2010. Igen. Mit vártatok egyébként a Megasztártól? Tehát hogy láttátok akkor a jövőtöket? Ível szépen tovább? Igazából az volt a célunk, hogy országosan megismerjenek bennünket, és hogy zenélhessünk, hogy színpadon állhassunk, és hogy járjuk az országot. Hogy azt csináljuk, amit szeretünk, így van. Tehát profik legyünk. Ez így is indult, hiszen 2011 májusát említem. Gypsy Kings előzenekar, sportaréna. Ahogy közeledünk időben, egyre jobban emlékezünk ezek a dolgokra. Igen, egyébként 2011 május. Igen.
Május 7 az... Meg előtte Franciaország, ugye? Előtte Franciaország, viszont ez a 2011 május, ez ezért egy többet hozott nekünk, mert májusában jelent meg egyébként a Fivéreknek a Luxus Tangó című nagy lemeze is, és mindezek után volt egyébként a Gypsy Kings előzenekaros témánk. Igen. Hát azért ez egy nagy kihívás, egy előzenekari játék. Tehát ott vagy paradicsommal fognak megdobálni, és lefújolnak benneteket. Vagy tojással. Vagy igen, hát várják a világsztárt, és akkor azért minket visszatapsoltak. Tehát az egy olyan jó kis koncert volt, nagyon jó zenekarral dolgoztunk, nagyon erőteljes volt a zenekar, a hátunk mögött tényleg vérprofi zenészekkel játszhattunk. És hát a közönségnek is nagyon-nagyon tetszett, illetve hát a marketing sem volt semmi. Tehát azért, amikor az ember felment a fővárosba és bementél csak a West Endbe, vagy bárhova, akkor ilyen nagy táblákon forgott a képünk, hogy mi leszünk a Gypsy Kings előzenekara, akkor a Petőfi Rádió és hasonló nagyobb kaliberű rádiók folyamatosan mondták, hogy az ország legnagyobb latin zenekara lesz az előzenekara a Gypsy Kings világhírű zenekarnak, szóval olyan marketing volt mögötte, ami ilyen hihetetlen volt számunkra, és igaza van a Robinak, tehát itt a Fivérek nagy lemez, az hirtelen bekerült minden boltokba, és tényleg ott kapkodtuk a fejünket. Az, hogy kimenni a Gypsy Kingshez Franciaországba, ez pedig egy olyan plusz zeneiséget adott nekünk, hiszen meglepetést tartogattak nekünk akkor a világsztárok. Mi voltunk azok az egyetlen egy zenekar vagy emberek, akik bementek a stúdióba, és az akkori lemezük, ami készült, belés hallgathattunk. És láttuk egyébként, hogy a zenekar feljátsz a lemezre a zenekari dolgokat. És igen, egyébként ez furcsa így visszagondolva, hogy egy olyan zenekarral találkozhatunk, meg olyan zenekarnál lehettünk kint mondjuk Franciaországban, mint a Gypsy Kings, hogy ugye azért belegondol az ember, hogy minden fiatalnak van egy példaképe. Én emlékszem, hogy gyerekkoromban azért még pósztereket is raktunk ki a falunkra, meg szerintem a mikorosztályunk még ezt tette, és azt mondom, hogy azért azt az álmunkat így azért elértük szerintem, hogy találkozhatunk egy olyan zenekarral, aki tényleg mindig a példaképünk volt nekünk. Meg annyit még azért hozzátennék, hogy emlékszem, hogy ugye volt lehetőségünk 99-ben Békés Csabán részt venni a Gypsy Kings koncerten. És igazából akkor fogalmazódott meg a Fivéreknek az álma, vagy akkor még a Seles formációnak az álma, hogy egyszer egy színpadon állhassunk, vagy hogy együtt zenélhessünk, és mondhatom azt, hogy igazából minden cél, amit kitűztünk, hogy egyszer játszhassunk a Budapest Sport Arénába, ugye ez is egy vágyunk volt, egyszer a Gypsy Kings-zel együtt lehessünk, vagy találkozhassunk velük, egy színpadra állhassunk. Igazából minden álom teljesült, amit így akkor 99-ben a Fivérek vagy a Seres formáció kitűzött célul. Hogy összegezve van, nincs is tovább álmunk. Lehetnek újabb álmok. Viszont gyorsan elértetek ide erre a sikernek a csúcsára igazából, hiszen 2012-ben az év hazai szórakoztató zenei albuma lett a tiétek, viszont rá két évre, 2014-ben pedig úgy döntöttetek, hogy felbomlik a zenekar, felbontjátok ezt az együttműködést. Hol éreztétek azt, hogy innen most már egy kicsit lefele vezet az út? Mi volt ez a momentum vajon? Hát a kis kulisszatitok megint csak. Nagyon-nagyon sok zenekar a mai napig úgy működik, hogy nagyon nincsenek jóba. Tehát ez egy üzlet. Tehát amikor üzletté válik az egész történet, akkor nem feltétlenül a zenekarral van a hiba, vagy jelen esetben a testvérekkel van a hiba, hanem a körülötte lévő olyan emberekkel, és most nagyon csúnyát fogok mondani, és ezért mindenkitől elnézést kérek, hiénák. Elkezdenek rád telepedni, és csak az üzletet látják benned. Tehát amikor a pénzt és az üzletet. És akkor csak azt mondják, hogy folyamatosan azt erősítik benned, és szerintem erről nagyon sok sportoló nyilatkozott, akár világszintű sportoló vagy zenészek, akkor azt erősítik benned, hogy olyan vagy, mint egy ásványvíz, mint egy termék. Tehát hogy lehet azt mondani emberekre, zenészekre, hogy termékek vagyunk, miközben a lelkületünkből írjuk a dalokat. Ha csak a dalokat nézed, amikor felmész az emberekhez, őszintén beszélsz, van mondani valód, akkor te mondod, hogy nem egy termék vagy. Tehát egy ilyen kicsit ilyen képzavar van, én azt gondolom, és talán ezért is ment tönkre nagyon sok világsztárnak nagyon régen is és a mai napig az életük. Természetesen nem titkoljuk, mert nagyon sokan tudják, főleg itt Szentesen és Csongrádon, hogy ezért erre ráment a mi kapcsolatunk. És hoznunk kellett egy döntést, hogy vagy marad a családi jó kapcsolat,
és a szüleinket boldogítjuk ezzel, hogy mi merünk ekkora áldozatot hozni, mert ők is hoztak értünk áldozatot, hiszen nagyon sok munkájuk van benne abban, hogy mi sikeres emberek voltunk, vagy lettünk, és így döntöttünk. És ez egy jó döntés volt, azt gondolom, és ezt azért merem mondani, és erre biztos majd mindjárt kitérünk, mert amikor 10 év után újra felvettük együtt a gitárt, és elkezdtünk énekelni, akkor mindenki hozta azt a 10 éves szünetet magával, amiben fejlődött önmaga. Tehát mi együtt fejlődtünk 15 évig, és most végre mindenki önmaga fejlődött. És ezt rakjuk most össze. És ezzel egy új erőt fogunk szerintem képviselni, és talán ezt érzik az emberek. A névben is mindent, tehát nagyon jól kitalálták a marketinget. Az, hogy fivérek, az mindent elmond, abban minden benne van. A testvérek, összetartó erő, mi azt hirdettük, hogy tényleg jó testvérek vagyunk, és nem hirdettük, mert tényleg minket így neveltek. Tehát én azt gondolom, hogy a hitelesség az, ami a legfontosabb, de ez egy nagy tragédia volt mindenkinek. Azért mindenki tovább zenélgetett, hiszen Toncsi az a zenével a Rákos Gyermekekért alapítványt vitte, ti pedig alkottatok egy Seres Brothers nevezetű zenekart. És akkor ezek után eltelt 10 év, és most úgy gondoltátok, hogy újra felállítjátok ezt a formációt. Gondolom, az eddigi tapasztalatok alapján minden olyan dolgot ki fogtok zárni, amit most elmondtatok, és ami tönkre tehetné például ennek a formációnak a létrejöttét és a sikerét. Önmagatoknak szeretnétek most egy kicsit zenélni? Hát megmondom őszintén, hogy így nagyon sokat gondolkodtam ezen, hogy mit is fog ez személy szerint nekem adni. Én úgy gondolom, hogy mivel ugye kiskorunktól kezdve együtt játszottunk, tényleg mondhatjuk azt, hogy amikor felálltunk a színpadra, mindig egy egységet alkottunk. Hogy ránéztünk egymásra, és láttuk egymás tekintetét, már csak elég volt az, hogy csak egy pislantottam egyet, és tudták a többiek azt, hogy mi újság. Tehát igazából mi tényleg egy szívvel, egy lélekkel álltunk a színpadon, egy egységben, és azért sokszor hiányzott ez, így amikor egyedül mondjuk zenégettem otthon, vagy akár amikor színpadra álltam én is egyedül, amikor még ugye Seres Brothers sem alakult meg. És én úgy gondolom, hogy így ebben a hármas felállásban megint azt a fajta egységet tudjuk megérezni, és a közönségnek meghálálni az, hogy ennyi időn keresztül ott voltak velünk a rajongóinknak, hogy és mai napig tényleg, tehát látjuk a kommentekből és a Facebookos kommentekből, hogy mennyire szerettek bennünket és szeretnek a mai napig, és ezért mi nagyon hálásak vagyunk. Úgyhogy ezzel a koncerttel is szeretném meghálálni azt, hogy ők itt vannak nekünk. Mert hogy készültök egy koncertre most, ugye? Tehát azon, ja igen, bocsánat, igen, előre haladtam. És születtek dalok is. Igen. Készülünk ugye egy koncerttel. De így a kérdés a válasz, hogy így kiteljesedni a színpadon. Én nekem ez jön, hogy kiteljesedés. Egyetértek. Mondd. De ez én már szerintem az előbb érintettem ezt, hogy tényleg szerintem mindenki hozza magával most már 10 év után azt, és ez egy nagyon érdekes felállás lesz. Tehát nem azt a fivéreket fogják látni az emberek. Tehát egy olyan rutin van most már mindenkinek a háta mögött, nem csak a fivérek által megszerzett rutin, hanem tényleg minden, akár a Seres Brothers, vagy akár az alapítványon keresztül. Magamról kell beszélnem, hogy hosszú évekig nem találtam a zeneiségemet. Tehát egyszerűen az volt, hogy bementem akár egy gyereknek játszani, konkrétan félelmetes volt egyedül énekelni, vagy nem hallottam a Rubinak, vagy a Krisztiának a szólamát, vagy a rám erősített uni szóló éneklését, vagy bármit, tehát itt lehetne szakmázni. De egyszerűen azt érzed, hogy olyan fél lábú az egész. És meg kell tudnod erősödni, tehát hogy a te saját magad zeneiségét kellett megtalálni. Dalokat kellett írni, tehát, vagy dalokat írtam, és akkor próbáltam szakemberekkel dolgozni, szakemberek nélkül dolgozni, de még mindig nem azt hallottam. A fivéreknél az volt, hogy megcsináltunk egy dalt, felvettük, és onnantól kezdve megszólalt a dal. Már egy szál gitárral megszólalt a dal. És szerintem tényleg ez a 10 év kellett hozzá. Én azért hiszek így a sorszerűségbe, tehát kellett nekünk ez a mélypont. Természetesen benne volt az, hogy soha többet nem zenélünk együtt,
de egyszer csak ez így előjött, és az a jó, hogy egyszerre jött mindenkiből az, hogy ha már 10 évesek vagyunk, 10 évvel ezelőtt fejeztük be, akkor most újítsunk. És nagyon jól búcsúzott el a Temesi Berci barátunk, a basszusgitárosunk, akkor felment a színpadra a búcsú koncert után, és azt mondta, hogy ez nem valaminek a vége, nem valaminek a kezdete. És akkor én még ezt nem értettem. Én azt hittem, hogy ő arra gondol, hogy nekem van egy alapítványom, ők lesznek majd egy másik zenekar, de szerintem ez ő, mintha ezt így érezte volna, hogy ez meg lesz újítva. Úgyhogy szerintem izgalmas időutazás lesz. Hogyan készültök erre a talán októberi koncertre? Hát igen, azért pontos időt még nem merünk mondani, még tárgyalás alatt van a helyszín, meg még nagyon sok minden. Reménykedünk benne, hogy az októberi koncert létrejöhet. Hát, nagy új dalok? Új dalok, valószínű, hogy új dalok is lesznek, igen. Sőt, dalok, amik nem hangzottak el soha a Fivérek zenekartól, viszont már egyébként azok a dalok léteztek és meg voltak írva. Ilyen dalok is el fognak hangzani egyébként, és tényleg nagy erőbedobással készülünk. Szerintem még egy próbát nem ejtettünk le, de hamarosan fogunk. Na, bár például a próba nélkül ment fel a közösségi oldalakra, Velem van az óceán és a Vigaszolni szállítás. Hát amikor megláttuk, hogy a Velem van az óceán 2 nap alatt közel 20 000 nézték meg, akkor úgy gyorsan megrémültünk, hogy úristen, hogy tényleg még követnek minket. Úgyhogy ez egy ilyen próba volt. Tehát, hogy kíváncsiak voltunk, hogy tényleg követnek minket, és tényleg örülnek nekünk, csak pozitív dolgok jönnek vissza nekünk. Úgyhogy új dalok, a helyszínt azt még meg kell szerezni, de az biztos, hogy egy koncert az mindenképpen lesz. Mi szeretnénk a Szentesi Színházat, ez most már nem titok, azért októberben olyan időjárás jöhet, hogy nem szeretnénk küzdgulni azon, hogy egyáltalán, hogyha kinti lenne, eső vagy bármi. Szóval, hogy ha zöld utat kapunk a színházra, akkor mindenképpen a Fivérek ott fog adni koncertet, és hát emléletileg dupla, tripla koncertet tudunk adni, úgyhogy várunk mindenkit szeretettel. Mai magazinunk véget ért, köszönöm figyelmüket, további kellemes tévézést kívánok, kövessék a Szentes Televízió honlapját a Facebookon keresztül is. Viszontlátásra!